A napokban több bejelentés is érkezett a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányságra arról, hogy Szekszárdon a Tarcsai lakótelepen és a Szövetség utcában valaki több autót is feltört. Kollégáim a helyszínen helyszíni szemlét tartottak, továbbá adatgyűjtést végeztek, melynek során kiderült az, hogy ismeretlen személy akkor, még akkor ismeretlen személy két személy autót feltört, amelyekből értékeket tulajdonított el, többek között laptopot, e-rollert, illetve drónt is, illetve több autót meg is rongált, egyiknek a kilincsét is letörte. Három járműből végül nem tulajdonított el semmit. A rendőrök rövid időn belül azonosították az elkövetőt, akit nem messze a helyszíntől, pár órán belül el is fogtak az egyenruhások. A 26 éves dunaszentgyörgyi férfi kezdetben tagadta, hogy ő törte fel az autókat. Azonban később maga mutatta meg a rendőröknek, hogy hova rejtette el az ellopott tárgyakat. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki, több rendbeli lopásbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Az eljárást a szekszárdi rendőrkapitányság bűnügyi osztályán folytatják tovább. A dunaszentgyörgyi tolvajjal szemben további eljárás is indul, amiatt is, mert feltehetően kábítószert fogyasztott.